kocsi, csak ez egy nagyon vicces kérdés amiatt, mert ha beírom a saját nevemet a keresőbe, akkor a top kereső találatok között ez van, hogy Eckler Luca miért para. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon sok embernek nem látszik elsőre az én fogyatékosságom, ami szerintem nekem nyilván egy teljesen természetes dolog. Az egyetem gyakorlati órákon is például nagyon sok tanárnak sokáig nem tűnt fel, vagy volt olyan csoporttársam, aki fél év után kérdezte meg, hogy amúgy veled mi történt? És hogy én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, mert ez azt mutatja, hogy mennyit tudtam fejlődni, és hogy milyen magasra tudtam visszahozni abból az állapotból, amiben voltam. Megkérdőjelezni nem kérdőjelezték meg, mert azt gondolom, hogy mindenkinek el tudom mondani, hogy mi történt velem, de nagyon sokan, akik nem ismernek, azok a mai napig felteszik a kérdést, hogy akkor te miért vagy ilyen, amiért vagy, mi történt veled, de azt gondolom, hogy mivel egyre többet beszélek róla, azért az embereknek is egyre könnyebb hozzájutni ezekhez a válaszokhoz. Az emberek mindig meg szoktak lepődni, amikor közlöm velük, vagy valahogy a tudomásukra jut, hogy amúgy fogyatékkal élő vagyok. És én ilyenkor mindig kíváncsi vagyok az ő reakciójukra, mert igazából azt gondolom, hogy ez azoknál az embereknél lehet más, akik ezt nem tudják elfogadni, vagy akik a fogyatékosságot nem tudják, mint egy állapotot elfogadni. Úgyhogy igazából ilyenkor mindig elmesélem az én kis történetemet, és akkor utána ők mindig általában hozzáteszik, hogy de hát nem is látszik rajtad, és akkor ilyenkor mindig utána megyünk bele jobban a témába, de az a jó, hogy erről lehet beszélni, és én annak örülnék, hogyha ezek a kérdések nem számítanának tabunak. A kezdetek azt hiszem, hogy nagyon nehezek voltak, főleg a változásnak, az állapotom változásának az elfogadása, de azt látni, hogy mire vagyok képes, hogy tényleg az emberi test mire képes, hogyha valamit elhatározok, akkor azt meg tudom csinálni, és tényleg, hogy nagyon sok minden a fejlődés az rajtam és az akaratomon múlik, az viszont azt gondolom, hogy kihozott belőlem egy sokkal jobb ént, mint mondjuk amilyen lehet, hogy egy stroke nélkül nem lettem volna. Talán ez volt a legnehezebb, főleg serdülőként azt feldolgozni, hogy más vagyok, mint a többiek, és önmagam elfogadása volt az, ami szerintem sokkal tovább tartott, mint mondjuk a rehabilitációm. Ez inkább egy 10 éves időtartamra tehető, és ebben játszott nekem nagyon sok szerepet a parasport, ugyanis ezt hozta el azt, hogy a fogyatékosságommal együtt tudjak magamra egy teljes értékű emberként gondolni. A mindennapokban hál' Istennek nem sok segítségre van szükségem, viszont rendszeresen járok például gyógytornára, hogy ezzel is meg tudjuk őrizni az állapotomat, fel tudjuk tartani azt, amilyen most. Amikor még kórházban voltam, akkor a családom és a barátaim tényleg nagyon támogatóak voltak, sok olyan ismerősöm is bejött, akiről tényleg nem gondoltam volna. Utána voltak talán érdekesebb pillanataim, amikor visszakerültem szépen fokozatosan az iskolában, akkor éreztem, hogy sokszor összesúgnak a hátam mögött, vagy mondják egymás között, hogy képzeld, ő az a lány, akinek sztrókja volt, vagy nézd meg a kezét, vagy nézd, egy kicsit furán jár, ugye akkor azért erősebbek voltak még a tüneteim, és a tanáraim között is volt, aki ezt megjegyezte például. Itt is főleg a családomat tudnám mondani, ők voltak azok, akik mindenben támogattak, és akik mindenben segítettek, de az iskolám is tényleg nagyon támogató volt, ugyanis rengeteget hiányoztam akkor, amikor kórházban kerültem, úgyhogy szerencsére nem kellett évet ismételnem, és mindent tudtam onnan folytatni, ahol abban hagytam.